Na, felvétel elindult, ha minden igaz, igen. Most meg fogjuk mutatni, hogy hogy kell a Kalatu rendszerben egy page-et létrehozni. És itt a Mártával vagyunk, aki Németországban van, és hát így ugye az interneten így tudunk együtt dolgozni, csapatban. Én fogom csinálni, fel fogom venni ezt a felvételt, és akkor lesz egy kis oktató videó belőle. Kezdjük teljesen az elejéről. Onnan megnyitunk egy böngészőt, én ugye az Operát használom, és remélem, hogy nem fagy le. Mindjárt betölt. Na, gyerünk. Igen. És hát ugye a Kalatú blogba megyünk be, ez itt nekem a könyvjelzők közt el van mentve, de lehet ugyanúgy más böngészőt is használni. És itt van a login. Itt a gép megjegyezte már, hogy az előbb beléptünk erre az oldalra, az ID számot meg a jelszót, és akkor még egyszer a login. Jó. Na, itt is vagyunk a háttérirodában, itt a blognak a szerkesztő felületén, és ide jövünk a Pages-re. Tehát itt vannak ugye a menük. És már ezt előzetesen megcsináltunk ide három menüt, ugye a németet, magyart és a töröket. Most a magyart fogjuk feltölteni tartalommal. Hát meg ugye az oldal, így megnézhetjük, tehát így beállítottuk magát az oldalnak a vázát a múltkor, hogy sablont meg, hogy fog kinézni. Itt van a magyar menü, meg itt lent is, ez lesz a magyar, nem ez a német. Nem mindegy, most mi ide a magyar, ha rákattintunk ide a magyarra, gyakorlatilag ugye még nincs semmi, tehát teljesen üres. És akkor most ide fogunk egy tartalmat szerkeszteni. És itt a szerkesztő részen is megnyitjuk a magyar. Tehát ugye page, és akkor a magyar page-re megyünk be. És itt is lehet látni, hogy ez teljesen üres. Viszont, hogy most ne kelljen itt mindent az alapoktól beírogatni, meg betölteni, megszerkeszteni, ezért azt fogunk csinálni, hogy egy ilyen meglévő tájékoztató csatornát be fogunk ide másolni. Viszont ehhez, hogy ahhoz, hogy én most párhuzamosan két Kalatú rendszerbe tudjak benne lenni, erre egy másik böngészőt fogok megnyitni, és pedig a Chrome-ot. És ott bemegyünk az én oldalamra. És onnan fogjuk átmásolni ezeket az anyagokat. Tehát akkor itt vagyunk a Chrome-on. Itt is nekem el vannak mentve a könyvjelzőbe a fontos dolgok. Mindjárt betölti. Gyerünk. Igen, itt is itt van, hogy a homekalatublog.com. Egy kicsit lassú ugye a gép, hogy ugye két böngésző, plusz meg benne vagyunk ugye a Zoom konferencia szobába, kamerás megosztással. Hú, most melyik is az én? És annyi ID van. Hát most találom egyet, választok, majd kiderül, hogy ez az enyém vagy nem. Ha meg nem ez, akkor meg fogom lesni. Igen, eltaláltam. Tehát ez az én egyik Kalatú oldalam. Nem több is van. És ezen belül bemegyünk, van itt egy olyan oldal, hogy Kairos Team Info. És bemegyünk ennek a szerkesztő felületére, csak még itt mindig töltegeti a gép. Na, jó. Oké. És ugyanúgy itt is bemegyünk a
Pages-be, tehát a Pages ugye az egy oldal, az oldalon belül egy oldal, tehát egy menü. Ezt az oldalt én arra használom, hogy egy kollégáknak csinálok mondjuk ilyen egyszerűbb ilyen hirdető felületet, és kiválasztunk egyet, és akkor arról fogunk egy másolatot csinálni. Hát akár lehet ez is például. Ez egy kolléganőmnek nem a teljes weboldala. Na közben itt valami reklám megjelent, most nem akarunk Windows 10-est. Na. Ez egy ilyen kész oldal, amit, hogyha átmásolunk, akkor nem kell itt mindent ugye a Márta oldalán megszerkeszteni. Természetesen az elejét ki fogjuk cserélni, és azt a Márta bemutatkozására át fogjuk tenni. Tehát ugye te is írtál már nekem egy jó kis bemutatkozót, azt a szöveget fogjuk ide betenni, meg a te fényképedet fogjuk ide elhelyezni. Ez megint valami reklám lesz. Tehát, hogyha most mutatom még egyszer, ugye itt voltunk a vizuálnál, ahol ugye láttuk az egész oldalt. Megint csak valami reklámok bombáznak, ezért nem szeretem a Chrome-ot. Nem tudom, hogy miért. Pedig le van itt blokkolva nekem itt az ilyen spammek meg felugró ablakok, de mégis betolakodnak ide ilyen-olyan reklámok. Tehát átváltunk ide, van egy olyan, hogy text menü. Mindjárt átvált. Ez a text tulajdonképpen egy kicsit szakmai nyelven, ez a weboldalnak a HTML kódolása. Tehát itt ilyen értelmetlen szöveg van, de ebből áll össze a weboldalnak a teljes tartalma. Ez nagyon hosszú. És akkor itt csak ide valahova beteszem így az egeret, bejelölök ide, és a CTRL-val bejelölöm az összeset. Semmi ki nem maradjon belőle, és csinálok egy másolást. Jó, akkor ezt félretesszük, és akkor visszajöttünk ide, most a Márta oldalának a felületén vagyunk, és itt is a textre megyünk rá. Ugye természetesen üres minden, ide viszont beillesztjük azt a hosszú szöveget, amit az előző oldalból ide áthoztunk, oké, és visszavártunk arra, hogy vizuál. Na, erre ugye megjelent, nagyon szépen rendezve ugyanaz az oldal, amit az előbb láttunk, itt a ugye Grádus Gizellának az oldala. Az elejét innen ki fogjuk törölni, mert ez ugye ez nem a Mártáról szól. Most bejelöljük, picit még lentebb, hopp, stop, idáig. Nyomunk egy törlést, és amit nekem ma küldtél, Márta, azt én valahova el is mentettem, tehát egy Word dokumentumba elmentettem, egy kicsit átszerkesztettem meg a helyesírási hibákat, és kijavítottam rajta. Oké. Na. Tehát itt van ez a kis szöveg. Úgy egy ezekbe, hogy elküldted nekem, csak átrendeztem egy kicsit. És akkor azt kimásoljuk. Másolás. És az előző szöveg helyére beillesztjük. Tehát visszajövünk a weboldalra, és ide illesztés. Amikor így beillesztünk valamit, akkor tehát ilyen feketébe teszi csak be, nem ugyanabba a színbe sajnos, ahogy volt az előző, de nem baj. Bejelöljük ezt a frissen betett szöveget. Ups, egy pillanat. Kezdjük még egyszer a bejelölést. Jó, az egészet nem sikerült. Nem, akkor fentről kezdem bejelölni. Fentről húzzuk lefele. Ameddig kell, hopp,
eddig. És ilyen kék alapszínt használok, ezt itt át lehet színezni a betűket kékre, és a 14-es méretet, hogy akkor legyen egyforma a többi betűmérettel. Még egy olyant is csinálunk, hogy jobban nézzenek ki a sorok, tehát egy ilyen rendezés a szövegnek, de amúgy látszik, hogy itt még ugye ez az A betű sor végére került, azt egy enterrel levisszük a következő sorba. Ezt a képet innen eltüntetjük, és a helyére vetesszük Mártának a fényképét, de az ugye még nincs ide feltöltve, ide lehet a Media Library-ba fényképet feltölteni, és mivel nincs itt, akkor fel kell töltjük az Upload File-on és Select File, és itt van az ő fényképe, nem ez az. Pedig az előbb töltöttem le neked a Facebookról, mégse ide tette. Ajaj, ez az én fényképem. Lehet, hogy mégse sikerült az előbb elmenteni. Nézzük a dokumentumok közt, nem oda tette. It change. Downloads. Nincs, hát a legfrissebb fényképet ide szokta a legelejére tenni. Itt sok minden van, videók meg csomó fénykép. Hát akkor egy kis plusz munka, akkor legalább, most akkor ez mégse, legalább azt is megmutatom, hogy kell a Facebookról leszedni egy képet. Akkor bemegyünk a Facebookra. Igen, itt vagyunk az én idővonalamon, és akkor megkeressük itt a Mártát. Itt van. Rámegyünk az oldalára. Jó. Rámegyünk a profilképre. És egy jobb egér gombbal mentés másként. És akkor ezt a dongle mappát. Ja, értem mi a baj. Tehát nekem egész weboldalt akar menteni, tehát nem a fényképet akarja menteni. Hoppá, nem jött fel itt ennyi név. Á, itt van képmentése másként. Na, ez már jobb lesz. Igen. Hát ugyanúgy a dongle mappában vagyunk. Jó, mentés. Na, megnézzük, hogy sikerült-e. Megnézem a mappába, mert itt vannak épp a mappák. Itt van. Jó. Na, szuper. Akkor most visszamehetünk. Most már nem kell a Facebook. Ezt egyelőre nem zárom be, maradhat nyitva, ha még kell valami. Tehát visszajövünk a szerkesztéshez. Tehát itt tartottunk, hogy ugye fel kell ide tölteni ezt a fényképet. Így már meg is találtuk abban a mappába. Megnyitás. Ugye betölti. Oké, okay. És insert to page. Igen. Most kicsit húzhatjuk kisebbre ezt a képet, ugye, Márta? Persze. Nem kell most ez ilyen nagy legyen. Valamelyik sarkába belekapaszkodunk, hogyha engedi, mindjárt. Na, így. És akkor így összép húzzuk. Viszont most ugye ide jobb oldalra szeretnénk áthelyezni, ezért a képnek is van itt egy szerkesztési lehetősége, és rányomunk erre a right, tehát hogy jobb oldalra helyezze, és update. És akkor behelyezte nekünk ide, így a jobb oldalra, a szöveg mellé. Most meg tudjuk nézni azt, hogy mit csináltunk. Vagy ha rámegyünk ide, hogy VF page, tehát az oldalnak a megtekintése,
És a magyar. Ja, bocsi, igen. Tehát nem mentettem még el, azért még nem látszik itt semmi. Most akkor csinálunk egy update-ot itt. És akkor így már fog látszódni. És akkor, igen, most már frissítette. Most kijövünk ide az oldalra, itt is csinálunk egy frissítést, és akkor mindjárt meg fog jelenni az, amit szerkesztettünk. Esetleg, ha kérhetném, hogy azt a, hogy vagy írjuk ki a koromat, vagy azt, hogy a nagymama vagyok, azt letöröljük. Micsoda? Azt, hogy nagymama vagyok. De az vagyok, de olyan vicces, hogy fiatalos kép. Anyuka is. Na, hát nem baj, fiatal nagymama, de hát lehet bármit változtatni. Jó, azt majd, igen, jó. Hát ugye az elejét cseréltük ki csak, a többi tájékoztató az itt lefelé megvannak. Ugye a Kairosról a kis videócskák, ez például ugye az Otokárnak egyik előadása, akkor itt meg lehet hívni érdeklődőket, sőt meg is hívjuk egyből az élő webináriumokra, ami ugye kedden és csütörtökön van 8 órától, ma este is van például. Akkor itt vannak hogy ingyenes regisztrációs linkek, ide a te regisztrációs linkedet fogjuk behelyezni, mert még nem az van. Akkor itt még van több videó, ez egy webináriumról, ahol Gyula és a Willi mondják el, hogy ugye miért is érdemes a Kairoshoz csatlakozni. Itt akkor a Szokodi Sándor, ez egy jó kis videó a januári konferenciáról, és hát még több tájékoztató, és még több, úgymond, még több helyen van ez a regisztrációs link, de ezeket is be fogjuk helyezni középre. Na, úgyhogy visszajövünk ide a szerkesztő felületre, és akkor itt mondtad, hogy mit írjunk át, tehát itt van ugye... Hol vagyok, hogy 46 éves, talán annyit. A nagymama vagyok után? Vagy a nagymamát letörölni. Ahogy gondolod? Úgy írjuk, ahogy mondod, hisz a tiéd lesz. 46 éves vagyok, aztán ennyi. Tessék, még egyszer? Annyit, hogy 46 éves vagyok. Ez kész. Hoppá! 456. 56? Ne legyen után, bocsi. Jó. Köszönöm szépen. Oké. Na, a többi az jó. Csak olyan hülyén néz ki, hogy nagymama vagyok, és egy fiatalos kép. Nem baj, vannak fiatal nagymamák, nem? Én is az vagyok, csak én. Hát igen, nem vagy egyedül, gondolom. Jó. Itt, ha valaki ide kattint, akkor ő csak a webináriumra tud jelentkezni, tehát ez még nem azt jelenti, hogy a Kairoshba regisztrál. Azok a regisztrációs linkek itt vannak. És hogyha megnézzük, ez ugye annak a hölgynek a regisztrációs linkje, akinek az oldalát ide átmásoltuk. Viszont azt csináljuk, hogy én is elmentettem ide a te regisztrációs linkedet, ezt innen kimásolom, és akkor azokat mind kicseréljük. Tehát itt van ugye insert vagy edit link, és akkor a beillesztés, és akkor ez már a te linked és update. És mindenhol, ahol látható ez a regisztrációs box, mindenhol kicseréljük a te linkedre. Update. Ennél is. Beillesztés. Update. Itt is. Update. Na, és ennyi. Tulajdonképpen készen is vagyunk, majdnem. Még egy dolog, van egy jó kis videó, ami neked is a kedvenced, amit beteszünk leg- és legfelülre az oldal tetejére. Ezt tulajdonképpen úgy tudjuk megcsinálni, hogy itt legalul van egy ilyen videó menü, és most megmutatom, hogy ugye miről beszélek. Visszajöttem
a másik oldalra, ahonnan kimásoltuk az anyagokat. Tehát ugyanott meg is találjuk ezt a videót, ennek a linkjét, ennek egy YouTube-os videó. Na, valamiért nem lehet bejelölni. Miért nem engedi? Hát akkor más útvonalon fogjuk megközelíteni. Rájövünk ide. És megnyitjuk magát ezt az oldalt. És mindjárt fogod látni, melyik videóról van szó. Tudom, melyik a kedvencem. Igen, az a jó kis. Sőt, meg találtam még két ilyen hasonló jópofa kis videót, csak még én se töltöttem azokat fel sehova. Na, töltsd már be. De lassú. Másként is megtalálhatnám. Na, végre betöltötte. Nem teljesen. Na, itt van az a kis videó. Hát ez ugye a YouTube-ra van feltöltve. És most rámegyünk itt a YouTube linkre, mert nekünk a YouTube-os linkre van szükségünk. És most elvitt a YouTube-ra, és a YouTube-on indulna el az a kis videó. Tehát nekünk már ennyi elég, hogy ugye megjelent itt a címe, vagyis a link, azt fogjuk kimásolni. Most nem akarjuk itt megnézni a YouTube-on. Csináltunk egy másolást, ezt akár így be is zárjuk, hogy akkor ne lassítja egy jobban a gépet. És visszajövünk ide, ahol az előbb voltunk. Tehát ide a videó alá, ide beillesztettük ezt a YouTube-os linket. Átcseréltük a regisztrációs linkeket, és akkor csinálunk egy update-ot. Jó. És ha most nézzük meg az oldaladat, hogy most közben hogy néz ki, ugye itt, amit az előbb módosítottunk is rajta, hát esetleg, amit én még itt ugye javasolnék, itt annyival, hogy üdvözöllek az oldalamon, nincs itt a neved. Azt ide beírhatjuk ide, hogy Révész Márta vagyok, ide a Freiburg elé. Mit szólsz? Jó. Akkor megint visszajövünk ide a szerkesztésbe. Akkor majd még egy frissítést kell itt, még egy updatírozást kell csináljunk. Tehát jó, vesző. Ha 46 éves után vagyok ott, akkor ezt ki kell törölni. Ja. 46 éves. 46 éves, jó. Oké, ne legyen két helyen, na vagyok. Három így. Helyen van, így még mindig két helyen van. De mindig két helyen van? Hol van még? Jaj, nagymama vagyok. 46. Hát akkor innen már ezt is kitöröljük? Igen. Nagyon jó, oké. Na. Helyes. Akkor még egy update-ot csinálunk, hogy ugye elmenti ezeket a változtatásokat, és megvárjuk, még ott frissíti az oldalt, vagyis elmentette, de mindjárt kész van. Igen, és ami az a bemutatkozó szövegben van, én azt komolyan is gondoltam. Elhiszem, hát ezért mondtam, vagy írtam is neked a Facebookon, amikor elküldted, hogy ez nagyon jó kis szöveg. Köszi. És én köszönöm a segítségedet.
Na, hát nagyon szívesen. Csinálunk egy frissítést, és most akkor, ha minden igaz, úgy fog megjelenni, hogy ez a kis videó, ami neked a kedvenced, az itt a legelejére kerül. Igen, azt fogott meg. Na. Az itt ott el a Kairosban, és nagyon örülök neki. Hát igen, de reméljük, hogy az másoknak is meg fog tetszeni. Mindjárt tölti be az oldalt, és akkor te bemutatkozásod elébe. Tehát az oldalnak a legtetejére kerül ez a kis videó. Igen, itt van. És hogyha valaki rá kattint, akkor el is indul. Nagyon jó. Na, most megállítom. És akkor ugye tovább itt tud böngészni lefele, akkor lát téged is, bemutatkozol, és akkor ez is egy jó kis videó, nem, azt tudom, nem tudom, ezt látta, de ez is ilyen 2 perces. Ez is az elején egy kis ilyen bevezetés, hogy annak még céljaid, álmaid, és akkor ez is utána ugyanúgy röviden bemutatja a Kairoszt, kicsit más szemszögből. Itt még több információ, ez már egy 20 perces, vagy 10, majdnem 20 perces film. Itt ugye Otokár, a marketing igazgató, ő beszél. És hát akkor itt már ugye, hogyha... Az ember egy lángész. Az az ember egy zseni, komolyan. De biztos, hogy ő nem véletlenül ilyen sikeres. Na, tehát készen van gyakorlatilag, úgyhogy akkor most meg is állítom a felvételt, úgyhogy ezt tudjuk használni oktató videónak. Úgyhogy köszi a figyelmet, meg a türelmet, felvétel leállítva.